az élet mindig drága. Pénzbe kerül a kenyér, a gyógyszer, a benzin, a videójáték. A két szép szemünkért nem adnak semmit a boltban. Valamit valamiért. Az életrendje az, hogy dolgozzunk, pénzt keresünk, és abból a pénzből élünk. Abból neveljük fel gyerekeinket, abból szórakozunk, utazunk, költözünk. Ha nincs munka, baj van. Az lenne a legszebb, ha mindenki találna magának munkát, aki dolgozni akar, de sajnos sokan nem találnak. Aki nem is akar dolgozni, azon nehéz segíteni, hiszen nem vehetjük rá a péket meg a csirketenyésztőt, hogy neki ingyen adják a hamburgert. Így is az ő adójukból fizeti az állam a segélyt. Ám sokan vannak, akiknek nincs elvi kifogásuk a munka ellen, csak éppen nem találnak állást. Nincs szakmájuk, vagy ami van, az senki sem keresi. Vagy ahol laknak, ott nincs elérhető közelben munkahely. A közlekedés, az utak és vasutak fejlesztése segíthet azokon a területeken, ahol magas a munkanélküliség. Ha fél óra alatt kényelmesen elérhető a szomszédváros, akkor ott is lehet munkát keresni. Ahol jó a közlekedés, ott megjelennek a gyárak, irodák, szolgáltatók és velük a munkahelyek. A jól megfizetett munkához tudni kell valamit, hiszen amit bárki meg tud csinálni, az keveset ér. A munkanélküliek átképzése, továbbtanítása jó befektetés nekik is, Magyarországnak is. Az addig nem adózó, segélyből élő vagy alkalmi munkából tengődő emberek így megállhatnak támogatás nélkül. Az államnak, a kormányoknak tehát vannak eszközeik a munkanélküliség csökkentésére. De fizetés nem az állam adat legtöbb embernek, hanem a vállalkozások. A multicég, a kisvállalat, a koreai gyár, a magyar pék és a csirketenyésztő. Az állam leginkább azzal tehet a munkahelyekért, ha megteremti a lehetőséget a gazdaság fejlődésére. Az ország, ahol a költségvetés rendben van, amelynek polgárai tanultak és képesek újat tanulni, ahol nem gond a dolgozók közlekedése és az áruszállítás, az az ország nem marad munkanélkül.